A 7-1-re elvesztett fővárosi első összecsapás után ezúttal Székesfehérváron fogadta a fehérvári Titánok a MAC Budapest gárdáját a MOL Liga negyeddöntőjében. A találkozó jó iramban kezdődött az első percekben, azonban egyik csapat sem talált fogást a másikon. Majd jött Nagy Gergő kiállítása, a Ford pedig nagyon hamar gólra váltotta a kisvolán. Kis Patrik vette be Bálizs Bence kapuját. A 8. percben jött az egyenlítés, Rocanov megpattanó lövése talált utat Szkóla kapujába. Még a szünet előtt ismét előnybe került a Fehérvár, Hamvai Szilárd éles szögből leadott lövése fogott ki Bálizson. A második-harmad is hasonló nagy iramot és jó játékot hozott, mint az első, de gólból csak egyet láthatott az egyébként remek hangulatot teremtő szurkolótábor. 4 perccel a második szünet előtt Kovács Balzon egyenlített egy nagy lövéssel. A harmadik 20 perc nem hozott gólt, így a döntés a hosszabbításra maradt. A 65. percben jött Posgai gólja, ezzel pedig 3-2-re győzött a MAC a remekül küzdő fehérvári Titánok ellen. Egy ilyen körülmények között elvesztett mérkőzés után az ember nehezen találja a szavakat, de én ugyanezt mondtam a csapatnak, hogy az a csapat, aki egy olyan 7-1-es vereség után, azután a kis hitű, alárendelt hoki után így fel tud állni és egy ilyen mérkőzést tud produkálni, az szinte mindegy, hogy mi az eredmény. Persze az eredményre játsszuk a mérkőzést, de mégis kalapot kellett, hogy emeljek a srácok előtt, hogy azután a mérkőzés után így felálltak, és tudtunk egy ilyen játékot produkálni. Sajnálom, hogy nem jár ezért a nagyon sok munkáért díj, nem jár valami kis vigasz, egy pici megnyert meccs, de rengeteg erőt ad nekünk, ugye ez a párharc 4 győztes mérkőzésig tart. Messze van még a vége. A Fehérvár legutóbb még az előző szezonban tudott nyerni a tüskecsarnokban. Így adja magát a kérdés, miben bízik Kóker István a szombati összecsapás előtt. Pontosan arra számítok, hogy minden nagy sorozat egyszer megszakad, legyen ez most a tüskecsarnokban. A MAC ezzel tehát 2-0-ra vezet a 4 nyert meccsig tartó párharcban, szépíteni pedig szombaton lehet Budapesten.